Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! Átadásra került az Agrárminisztérium első öntözési mintaprojektje. Az avató ünnepség Hartán zajlott, melyen az agrárminiszter is részt vett. Az öntözött területek növelése társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból is kulcskérdés, jelentette ki Nagy István az átadón. A szájjal küzdenek a gazdák az ország minden területén, itt térségünkben is. Ezekben a szélsőséges időjárási körülményekben felértékelődik az öntözés szerepe. A kormány több öntözési mintaprojektet is létrehoz ebben az évben országszerte, összesen 7 darabot, erre mintegy 2 milliárd forintot költenek. Az Agrárminisztérium első ilyen projektjének átadására a hetekben került sor Hartán. Az ország első hartai öntözési közösségének tagjai, társas vállalkozások, családi gazdaságok és termelői csoportok, amelyeket az AgroHarta ZRT, a közösség egyik fő gazdálkodója lát el öntöző vízzel. A vízház, ahol vagyunk, az AgroHarta ZRT, mint az egyik fő gazdálkodó, integrátor tulajdona. Ebben a szerepben mi szolgáltatunk a gazdáknak, az országban az elsők között megalakult hartai öntözési közösség tagjainak is, mi látjuk el őket öntözővízzel. A hartai öntözési közösség bejegyzése már megtörtént, nagyon várjuk az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény végrehajtási rendeletét, közösségünk elismerését. A hartai öntözési közösségnek tagjai társasvállalkozások, családi gazdaságok és termelői csoport is. Ha a VHR megjelenik, a már előkészített asztalomon lévő vízgazdálkodási pályázatot, ami újabb 4 terület 5 öntözőgéppel, ezt hozzátenném a legkorszerűbb center corner pivot úgynevezett körforgó öntözőgépekkel történő öntözés alá vonására nyílik lehetőségünk, és itt már mint hartai öntözési közösség pályázunk, magasabb 70%-os támogatási intenzitásnak az elérésére. Az öntöző tápcsatorna a harmadlagos mű a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földügyi Központ tulajdonosi joggyakorlása alá került. A kivitelezők rekordgyorsasággal elvégezték azt a munkát, hogy a tápcsatornából akadálytalanul jut el a víz az öntözési közösség vízkivételi helyéhez, ide a szivattyúházhoz. A tápcsatorna innentől kezdve nem csak az öntözővíz zavartalan eljutásához, hanem a víz visszatartásához, megőrzéséhez, a megnövekedett öntözési igény ellátásához, akár belvíz elvezetéséhez is hozzájárul. Jelenleg a közösség körülbelül 5-600 hektáron öntöz intenzív termesztésű növényeket, zöldborsót, fő- és másodvetésű csemegekukoricát, az öntözhető terület körülbelül 1000 hektár, 36 km csővezeték van a föld alatt, ez a valamikori fürtnek a része, az üzemeltetési engedélyünk 1000 hektárra szól, 1 millió köbméter víz kivételére ad lehetőséget. Ezzel az állami beruházással, tápcsatorna felújítással a vízáteresztés képessége a keresztmetszet megnőtt, így szeretnénk elérni első ütemben 200 hektár, majd második lépcsőben további 500 hektár öntözhetővé tételét a hartai öntözési közösség számára. Egymás mellett állva a tápcsatorna felett vágták át a magyar színű szalagot az ünnepségen. Innen akadálytalanul jut el a víz az öntözési közösség vízkiviteli helyéhez. Jelenleg a közösség 600 hektáron öntöz intenzív termesztési növényeket. Folyamatosan azt mondtuk, hogy a vírushelyzet idején, a válsághelyzet idején sem állhat le a mezőgazdaság, a természeti folyamatok nem tudnak leállni, úgyhogy mi ehhez igazítottuk a munkánkat, és folyamatosan
sokan dolgoztunk azon, hogy a gazdák élete minél könnyebb legyen. Az idénymunkát például megkönnyítsük, és ahol most vagyunk egy öntözésfejlesztési beruházás helyszínén, azt gondoljuk, hogy a mostani szárassággal sújtott aszályos időszakban nagyon fontos az, hogy az öntözött területek mértéke is növekedjen, és ezeket a beruházásokat sem állítottuk le, hanem fokoztuk ezeknek a megvalósítási intenzitását, úgyhogy próbáltunk minden intézkedéssel azon lenni, hogy a mezőgazdasági termelés és az áruforgalom biztonsága fennmaradjon. Több mintaprojektet tervezünk az idejében megvalósítani, és ez összességében a 7 mintaprojekt az olyan 2 milliárd forintos állami beruházási igénnyel jár. Ezeknek a közbeszerzési eljárásait lefolytattuk az év elején, és az első megvalósult mintaprojekt helyszínén állunk itt. Egy 4,5 km hosszú csatorna rekonstrukciója történt meg. Ezzel összesen, hogyha itt az öntözési közösségek megalakulnak és jól funkcionálnak, remélhetőleg már a nyár folyamán, és mindenféle engedélyt meg tudnak szerezni, amelyben mi segítséget fogunk nyújtani, akkor legalább 600 hektárral növekedhet az öntözött területek nagysága itt a térségben, amely egy nagyon nagy eredmény, és szeretnénk ezekkel a jó példákkal előjárni, és megmutatni a leendő öntözési közösségeknek, a gazdáknak, hogy milyen módon is tudjuk segíteni az ő öntözésfejlesztési elképzeléseiket. Ugye az időjárás változásainak nagyon súlyosan ki vagyunk téve, és folyamatosan alkalmazkodnunk kell a tartós szárassággal sújtott időszakokhoz a mezőgazdaságban is. Nagyon fontos az, hogy Magyarország, amely a vízkészlet adottságait tekintve nagyon jó feltételekkel rendelkezik, ezeket jobban kihasználjuk, és visszatérünk ahhoz a egykor volt 70-es, 80-as évek fordulóján volt 300 ezer hektár fölötti öntözött területhez. Ez az egyik kiemelt célkitűzésünk, amelyet ideális lenne elérni. Most 100 ezer hektár alatt van bőven sajnos az öntözött területek nagysága. Mi azon dolgozunk, hogy ezt legalább megduplázzuk az elkövetkezendő 2 évben. Ugye évi 17 milliárd forintos forrás biztosít a központi költségvetés az Agrárminisztérium, illetve a Belügyminisztérium számára öntözésfejlesztési célokra, öntözésfejlesztési feladatok megvalósítására. Mi ennek keretében nagyon sokféle feladatot végzünk, például komplett terveket fogunk készíteni a gazdák számára, hogy a vízjogi engedélyezést helyettük elvégezve, vagy annak feladatának jelentős részét helyettük elvégezve megkönnyítsük a vízjogi engedélyekhez való hozzájutást, és hasonló mintaprojekteket is tervezünk. Nekünk egy célunk van, hogy az öntözött hektárszám növekedjen, mindent ennek rendelünk alá, és minden kollega ezen dolgozik, hogy minden erőnkkel azon legyünk, hogy az öntözött hektárszámot növelni tudjuk ott, ahol ez lehetséges Magyarországon. Kormányzati cél ugyanis a hatékony mezőgazdaság öntözés feltételének javítása és az öntözött területek arányának növelése, ezért a kormány 10 éven keresztül 17 milliárd forint plusz forrást biztosít az öntözéses gazdálkodásokhoz kapcsolódó vízkeresleti és vízkínálati oldalfejlesztéseihez. Ez a keret viszont önmagában tartalom nélkül nem jelentene megoldást, ezért az Agrárminisztérium egy átfogó intézkedéscsomagot alkotott a vízkeresleti oldal fejlesztéseinek érdekében. A tavalyi évben a Nemzeti Földügyi Központban működő öntözésfejlesztési főosztályt hoztunk létre, mely öntözési igazgatási szervként működik, és feladata lett a termelői vízkereslet megszervezése. A vidékfejlesztési programon belül az öntözéses beruházáshoz kapcsolódó pályázati feltételeket is úgy módosítjuk, hogy minél könnyebben és minél többen tudjanak pályázni. Az új öntözéses gazdálkodási törvényünk arról szól, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban hozzá lehessen férni azokhoz az engedélyekhez, amelyekkel az öntözést meg lehet valósítani. Akik itt vannak, öntözési szakemberek, gazdálkodók, mindnyájan történeteket tudnának mesélni, jelző nélkül mondom, hogy milyen nehéz volt korábban ezekhez az engedélyekhez hozzájutni. Ma odáig kívánjuk vinni az egyszerűsítést, hogy a gazda megjelenik az ügyfélfogadáson, bejelenti, hogy mely helyrajzi számokon szeretne öntözni, és a hivatal biztosítja számára, a kezébe adja a meglévő talajvédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi engedélyeket, és azon dolgozunk, hogy azt a műszaki paramétereket is, műszaki megoldásokat is oda tudjuk adni, amelyek az öntözés feltételét, műszaki megoldásait tudják számukra biztosítani. Így tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő műszaki színvonalú és a felelős jövővel való gazdálkodás érdekében, a felelős vízgazdálkodás érdekében megfelelő műszaki paramétereket tudunk biztosítani a számukra. Szeretném bejelenteni azt, hogy a pályázati kiíráson is módosítani szeretnénk. A kormány döntött a szerdai napon arról, hogy engedélyezi azt, hogy a pályázható összeg maximum felső határát, ami eddig 500 millió forint volt, azt megemeljük 2 milliárd forintra.
Ezzel lehetővé tudjuk tenni azt, hogy változatlan 50%-os intenzitás mellett a gazdák életszerű pályázati feltételek mellett megfelelő öntözési, beruházási feltételekhez tudjanak jutni. Azaz, a pályázatunkban, a vidékfejlesztési programban meglévő pályázati forrásokat sokkal életszerűbben tudjuk kijuttatni most már a gazdák számára, hiszen az öntözési beruházások költségigénye az sokkal inkább felel meg a 2 milliárdos adható 50%-os plafonhoz, mint az 500 millió forintos felső határhoz. Arra biztatok tehát mindenkit, éljen ezzel a lehetőséggel és pályázzon, hiszen a termelés biztonságához nélkülözhetetlen az öntözési feltételek biztosítása. Új intézkedésként pedig támogatjuk az öntözési közösségek megalakulását is. A törvény értelmében a magyar gazdák öntözési közösségekbe szerveződve kaphatnak plusz támogatási lehetőségeket. Több gazdálkodótól, szervezettől érkezett megkeresés az Agrárminisztériumhoz és az NFK-hoz, melyek többsége az öntözési közösségek elismerésére vonatkozott. Jelenleg 52 közösségi szerveződés van a látókörünkben. Számomra ez azt jelenti, hogy éled a magyar vidék, jó úton haladunk, a gazdák dolgozni, élni, tenni akarnak a jövőben is. Jelenleg 87,5 hektáron folyik öntözéses gazdálkodás, ez a szántó területek alig 2%-át jelenti. Ez két év alatt 200 ezer hektára, majd 2030-ra legalább 400 ezer hektára szeretnék növelni. Kezdetét vette az elmúlt évek egyik legnagyobb magánberuházása Kalocsán. Habarcs és betonelemgyár, barkácsáruház és logisztikai központ fog létesülni a Fogtői úti laktanya egykori lőterén. A mintegy 7 hektáros területen a gigaberuházás több ütemben készül majd, várhatóan 2024-ben jelentetik készre. Az új üzemkomplexum 80-100 embernek biztosít majd állandó munkalehetőséget. Itt, a paksi közi vasúti átjáró mellett a Fogtői úti laktanya volt lőterén valósul meg a beruházás. A terület előkészítése már javában zajlik, megtisztították az aljnövényzettől a területet, mely mellett a tómeder is kialakításra került. Többek közt habarcsgyár, betonelemgyár, logisztikai központ és barkácsáruház fog épülni a BTKR Kft. És a Bergström Kft. Együttműködésében. A cégről azt kell tudni, hogy egy 35 éves szakmai tapasztalattal rendelkező generál kivitelező cég vagyunk, és ugye a fő tevékenységünk az ipari épületek és irodaházak építése, emellett ugye műemlékfelújítással is foglalkozunk. Jelenleg 20-25 fő dolgozik aktívan a cégnél, és ugye több alvállalkozói csapatunk is van. Ez a történet ez visszanyúlik a múltba, amikor a cég még műemléki jellegű épületeket újított, fölvett templomokat, és akkor keresett a cég olyan terméket, amivel tartós vakolatokat lehet készíteni, és így talált egy francia cementre, egy úgynevezett római cementre, és ezzel készítették a tartós vakolatokat. És innen jött az ötlet az arra, hogy ezt a cementet ezt keverni kell különböző módon, ki lett kísérletezve a keverési arány, hogy ez igazán tartós és jó vakolat legyen, és így született meg a Bergström habarcsoknak az ötlete. És ahogy nőtt a cég, úgy jött egy álom, hogy ebből legyen egy nagy gyár. Elkezdtük a habarcsok forgalmazását a tavalyi évben. Kereskedelmi forgalomba kikerültek a habarcsok, négy fajta termékkel, van műemlékvédelmi habarcsunk, van vízzáró habarcsunk, gyorsjavító és még dekortermékünk is. Izgalmas látványterben számoltak be arról, hogyan is fog kinézni Kalocsa egyik legnagyobb magánberuházása. A bejáratban az eredeti épületeket felhasználva egy irodaház fogja majd fogadni az ideérkezőket. Parkolók, utak, tűzvédelmi tó és természetesen a több száz négyzetméteres csarnokok is kialakításra kerülnek itt, több ütemben megvalósítva. Ahhoz, hogy nagy cég lehessünk, ahhoz szükség van egy nagyobb üzemre, meg raktárhelyiségekre, illetve szeretne fejleszteni a cég még, tehát a habarcson kívül szeretne betonelemek gyártásával is foglalkozni, illetve egy logisztikai bázist szeretnénk kiépíteni ide, ami ugye partner cégeknek is lehetőséget nyújt, hogy itt raktározzanak Közép-Magyarország területén. A paksi beruházás talán lehetőséget nyújt arra, hogy ugye itt megnyílik a híd kapcsán a Dunántúllal az összeköttetés, és
Közép-Magyarországon nincsenek nagy raktárcsarnokok, amivel el lehet látni akár ezt a térséget, vagy a déli országokat. Ez egy komoly beruházás lesz, ugye, és egy komoly feladat. Jelenleg ugye, ahogy itt a területen is látszik, azért az előkészületi munkák már nagyjában megkezdődtek, illetve az első csarnoknak az építési engedélyezése ugye be van adva, és itt pedig azért már a szociális helységeknek a kiállítása a folyamatban van, illetve a területrendezés, a kavisdepónak a kialakítása, ugye a tavat már elkészítettük. Ez több lépcsős folyamat lesz, ugye, a tervek szerint 2024-25-re tervezzük az elkészülését. Terveink szerint lesz két darab 3000 négyzetméteres csarnok, gyártócsarnok. Ebbe szeretnénk a habosgyárat, illetve a betonelemgyárat megvalósítani. Készül egy 6000 négyzetméteres raktárcsarnok, ugye ez lesz a logisztikai központ, és van egy terv, hogy egy barkácsáruházat is készítünk, ami jó hír lehet Kalocsa és a környéke lakosságának, hogy itt is lenne egy nagy barkácsáruház. Erre is keresünk partnert, aki majd esetleg az üzemeltetését végezné. A megvalósulás az egy 4-5 éves terv, és több lépcsőbe fog megvalósulni. Ha minden megvalósul és elkészül a park, akkor olyan 80 és 100 ember tud itt dolgozni. Körülbelül célunk az, hogy minél több folyamatot robotizáljunk, de azért szükség lesz itt a munkaerőre is. És az önkormányzat az támogatja a projektet, és jól együtt tudunk működni. Természetesen ez egy hatalmas előlépés lesz a cégnek az életében, hiszen ugye akkor azokat az anyagokat, amit ugye eddig máshonnan szereztünk be, akár az előre gyártott betonelemeket, akár a kész habarcsokat, ugye azt most már mi saját magunknak elő tudjuk állítani, és ugye máshova is tudjuk értékesíteni. A munkák a koronavírus járvány ellenére is rendben zajlanak. A beruházás a tervek szerint több ütemben, várhatóan 2025-ben készülhet el. A koronavírus járvány miatti intézkedések során a helyi adózásban is több enyhítést hoztak a kihirdetett kormányrendelethez igazodva. Ennek értelmében a bevallási határidőt kitolták, többek között fizetési könnyítést vezettek be, továbbá az idegenforgalmi adót sem kell jelenleg megfizetni. Dr. Látó Anita, a kalocsai adócsoport vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes adóügyeket elektronikusan az ASP rendszeren keresztül is intézni, illetve fizetni is lehet. Az iparűzési és az idegenforgalmi adó vonatkozásában vezettek be könnyítéseket, új szabályokat a napokban városunkban. Ezeket dr. Látó Anita, az adócsoport vezetője összegezte és ismertette részletesen magazinunknak. Elmondta, az új koronavírus járvány miatti intézkedések során megjelent kormányrendelethez igazodva, Kalocsán is későbbi időpontra halasztották az iparűzési adó bevallásának határidejét. A kormány a 140/2020-as kormányrendelettel fizetési könnyítéseket, illetve bevallási könnyítéseket is megfogalmazott a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó vállalkozások részére. Konkrétan a helyi iparűzési adó bevallásáról szeretnék elsősorban beszélni. A helyi iparűzési adó bevallása, mint az adózók előtt már ismeretes, minden évben május 31-éig esedékes, és ezen időpontig kell megfizetni az ekkor esedékessé váló pozitív elszámolási különbözetet is, amely az előző évi bevallott adó és a hatályos év adó kötelezettségének a különbözetét jelenti. Ez tehát május 31 lenne alapesetben. Erre vonatkozóan hozott a kormány egy olyan rendelkezést, hogy az iparűzési adó elszámolási kötelezettsége, illetve bevallási kötelezettsége szeptember 30-áig, tehát 2020. szeptember 30-áig tolódik. De nagyon fontos megjegyezni, hogy ez csak azokra a vállalkozásokra terjed ki, akik a rendelet hatályba lépését követően nyújtják be a bevallásukat. A rendelet hatályba lépésének napja 2020. április 22-e, tehát akik ezen időpontot megelőzően nyújtották be bevallásukat, azokra még a szokásos elszámolási és adóelőlegfizetési mód vonatkozik, még akik a rendelet hatályba lépését követően tesznek majd eleget a bevallási kötelezettségüknek, akkor ezzel egyidejűleg a fizetési kötelezettségük is szeptember 30-áig fog eltolódni. Fontos itt megjegyezni,
hogy van egy olyan időpontunk, a szeptember 15-e, amikor a helyi iparüzési adó előleg fizetési kötelezettség terheli az adózókat. Na most abból eredően, hogy szeptember 30 a kormányrendelet hatályba lépését követően benyújtott bevallásokra a határidő, az előleg fizetési kötelezettséget hogyan is állapítsák meg az adózók. Ebben az esetben az előző évi, tehát a 2018 évi helyi iparűzési adó bevallásban bevallott adó előleggel kell úgymond operálni, és ennek alapján kell majd megfizetni a szeptember 15-én esedékes iparűzési adóelőleget. Az iparűzési adóval kapcsolatosan fontos még, hogy a helyi adó törvény szerint a nyilatkozatot benyújtók, akik a HTV harmadik paragrafus 3-as bekezdése alapján kötelezettek nyilatkozat benyújtására, ők szintén ehhez a szeptember 30-ai időponthoz tarthatják magukat. Egy másik fontos adónem az idegenforgalmi adó vonatkozásában, hogy milyen könnyítéseket tartalmaz ez a kormányrendelet. Itt szintén különbséget kell tenni azon időpont a kormányrendelet hatályba lépése előtt, illetve a kormányrendelet hatályba lépését követően benyújtott idegenforgalmi adó bevallásokra. A rendelet hatályba lépése előtt az idegenforgalmi adó bevallásokat kötelező benyújtani, az adó megfizetése szintén kötelező, azonban április 22 után bevallási kötelezettség terheli az adózókat, azonban befizetési kötelezettség nem. Tehát abban az esetben, amennyiben például május vagy bármelyik hónapban egészen december 31-éig terjedően idegenforgalmi adó alanyává válnak, az így bevallott vagy bevallani köteles adót azt meg kell tenniük a bevalláson, be kell hozzánk nyújtaniuk, a befizetést azonban nem kell teljesíteni. Ha nulla a bevallani szükséges adó, akkor ennek nem kell eleget tenni, tehát csak ami számot tartalmaz, tehát nullás bevallást nem kell benyújtaniuk az adózóknak. Egy nagyon fontos rendelkezés történt még a kormányrendben a fizetési könnyítésekre vonatkozóan. Az adózók előtt már ismert az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megállapított fizetési könnyítés, fizetési halasztás, illetve az automatikus részletfizetésnek az intézménye. Ezeken kívül még egyfajta kedvezményt vezet be most a kormányrendelet, ez konkrétan a veszélyhelyzet idejére fennálló fizetési nehézségek esetén nyújtandó kérelem, amelyet az adóhatósághoz kell előterjeszteni. Ahogy említettem is, tehát konkrétan a veszélyhelyzet idején lehet csak benyújtani, és a felmerült fizetési nehézség okának pedig olyannak kell lennie, amelyből kitűnik, hogy ez a fizetési nehézség az adózónak konkrétan a veszélyhelyzettel fennálló fennállással kapcsolatban került megállapításra. Ebben az esetben a legfeljebb 5 millió forintig terjedő adótartozásra lehet kérni ezt a fajta fizetési könnyítést, amelynek a formája lehet fizetési halasztás, vagy pedig részletfizetés. Fizetési halasztás esetén maximum 6 hónapra lehet kérni, részletfizetés esetén pedig legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetésre van lehetősége az adózóknak. Ennek a fajta fizetési könnyítésnek fontos megjegyezni, hogy nincs illeték kötelezettsége. Alapesetben az magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak egyébként sincs fizetési kötelezettsége, azonban a gazdálkodó szervezeteket, illetve a gazdasági társaságokat terhelni ez a kötelezettség, de akik ezen a jogcímen nyújtják majd be a könnyítésüket, nekik nem kell fizetni eljárási illetéket. A önkormányzatunknál is bevezetésre került az ASP elektronikus fizetési szolgáltatás.
Ez egy olyan új funkció, amelynek a lehető segítségével az ügyfeleknek lehetőségük van a saját, illetve a mások nevében történő adó és díj, illetve illetékfizetési kötelezettségeknek a megfizetésére. Méghozzá elektronikus úton. Ez azt jelenti, hogy amennyiben felkeresik az önkormányzati hivatali portált, akkor az ügyfélkapus azonosítást követően lehetőségük van kiegyenlíteni az adót, megtekinteni az adóegyenleget, az adófolyószámlára vonatkozó információkat meg tudják jeleníteni, és ezt az e-önkormányzat segítségével gyakorlatilag meg tudják oldani ezt a kötelezettségüket, illetve folyószámla lekérdezési lehetőségüket. Fontos megjegyezni, hogy ezzel az elektronikus fizetési szolgáltatással, bankkártyával azonnal közvetlenül tudják teljesíteni a befizetést, és ez közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnál fog jelentkezni ez a befizetés. Az elektronikus ügyintéző portál az eönkormányzat.gov.hu oldalon érhető el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinműsorunkkal a jövő hét folyamán is várjuk Önöket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa. A műsor támogatója a Tar Kft.